A Mi Hazánk mozgalom a népességfogyás megállítása érdekében végre valódi családbarát politikát követel a kormánytól, melynek a nők, az édesanyák mellett a férfiak, az édesapák is támogatott és elismert szereplői. A legújabb demográfiai mutatók további csökkenésről számolnak be a termékenység kapcsán. A kormány eddig rendelkezései nem, vagy csak igen kissé váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nem csoda, hogy a Fidesz szokása szerint a Mi Hazánk mozgalomtól, hát mondjuk itt szépen vett kölcsön ötleteket, például a hosszú évek óta általunk követelt szívhangtörvény javaslatot. A kormány családpolitikája azonban alapvetően hibás. Hibás, mert a férfiakkal, az apákkal nem kíván számolni, melynek sajnos számtalan példáját láthattuk az évek alatt. A CSOK első verziójának csúfneve asszonyhitel volt, hiszen a kormány először ki akarta hagyni belőle a férfiakat, mint ahogy kihagyta őket a korkedvezményes nyugdíjba menetel lehetőségéből is, hiszen a nők 40 program mellől a mai napig hiányzik a férfiak 40 program, melyet a Mi Hazánk mozgalom folyamatosan és évek óta követel. A szülők közül az édesapák azok, akik a mai napig nem kapják meg a 3 gyermek utáni diákhitel elengedést sem. Orbán Viktor tavaly kijelentette, hogy a családpolitikát csak az édesanyákra kívánja alapozni. Úgy tűnik ez be is tartja, hiszen a Fidesz számára láthatóan nem léteznek édesapák. A Mi Hazánk mozgalom úgy gondolja, hogy az édesanyákra és az édesapákra együtt kell alapozni a sikeres családpolitikát. Mindeközben a mikrocenzus korábbi felméréséből tudjuk, hogy a 40 év alatti férfiak 70%-ának nincsen gyermeke. Elképesztő, hogy a kormány családpolitikával foglalkozó úgynevezett szakértőinek gondolatai között meg sem fordult az, hogy ez a gyászos adat, miszerint a fiatal férfiak nem mernek, nem akarnak és nem tudnak gyermeket vállalni, talán összefügg a férfiak és az édesapák évtizedeken át történt szisztematikus hátrányba hozatalával, mellyel sem az előző szocialista kormányok, sem pedig a magát családbarátnak beállítni kívánó Fidesz nem kívánt érdemben változtatni. Szomorú és aktuális példa még erre az apaszabadság kérdése is, melyen a kormány most ugyan változtat, ám itt is csak az Európai Unióban kötelező 10 napot, azaz a minimumot kívánja adni. Szakértői szervezetekkel egyetértve a Mi Hazánk mozgalom legalább 30 napot követel az édesapáknak, mint ahogyan ennyi Európa több országában is már régóta jár nekik. Ám a gyermekgondozás tekintetében önmagában a több apaszabadság még nem elegendő. A Mi Hazánk mozgalom családügyi kabinetének szakértői szerint a védőnői szolgálat kiterjesztésére is szükség volna. Rengeteg védőnő, édesanyja és édesapa támogatja azt az elképzelést, hogy az édesapák részére is történjen nekik szánt, célzott felkészítés az újszülöttről való gondoskodással kapcsolatban. A jelenlegi védőnői rendszer ugyanis kizárólag az édesanyákra koncentrál. Az erről szóló 49/2004-es kormányrendelet vonatkozó cikkeje sehol nem tartalmazza az apa szót. A törvényalkotók tehát a mai napig úgy gondolják, hogy egy gyermek érkezésére csak az édesanyát kell felkészíteni, az édesapát nem. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy az édesapák önjogon, mint szülők, megérdemlik a támogatást és a felkészítést a gyermekük érkezésével kapcsolatban. Tudjuk, hogy az apák részvétele a kisgyermekekkel való gondoskodásban egyértelműen család erősítő hatással bír. Emellett elősegíti, hogy a mostani gyakorlattal ellentétben a fiatalok által elméletileg vágyott gyermekekből ne csak az első gyermek születhessen meg, hanem a további 2-3 gyermek is. Ez azonban csak az édesapák megbecsülésével és támogatásával tud kiteljesedni. A család alapja ugyanis a férfi és a nő egyenjogú szeretet közössége, melyet azonban a parlamenti pártok közül egyedül csak a Mi Hazánk mozgalom képvisel. Azt várjuk tehát a kormánytól, hogy adjon legalább 30 nap apaszabadságot az édesapáknak, emellett pedig a védőnői hálózatot, a családgondozói képzést bővítse ki úgy, hogy az újdonsült édesapáknak is segítséget nyújtson. Ne hozza szándékosan hátrányba a kormány a férfiakat, ha azt szeretné, hogy édesapák legyenek belőlük.